Önök az M-Plane Televízió hétfő esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Híradónk elején legfontosabb híreink következnek. Borok és Schwab ételek Herceghúton a felújítás alatt lévő Gomboshegyi pincéknél ünnepeltek a község lakói. 45 éves a Hegyalja Népi Együttes, fergeteges gálaműsorral ünnepeltek a táncosok. Fiatal filmesek Sárospatakon az EGRI iskola diákjai rövid filmeket forgatnak a városban. Negyedik alkalommal rendezték meg a Gomboshegyi pincéknél a Herceghúti napokat. A rendezvényt sikerült beilleszteni a Zempléni Fesztivál rendezvény sorozatába, és egy igazi sváb partira várták a turistákat a helyiek. Természetesen nem hiányzott a kínálatból a finom sváb étel és a herceghúti bor sem. Augusztus közepén tartják már hagyományosan Herceghút ünnepét. A sváb községben ilyenkor a helyieken túl az elszármazottak, turisták és a község partner településeinek delegáció is jelen vannak. A háromnapos program részeként a helyi hagyományozó csoportok mutatkoztak be, illetve a Zempléni Fesztivál keretében sváb partit is tartottak. A rendezvényen jelentette be a térség parlamenti képviselője, hogy a világörökségi cím hamarosan anyagi potenciált is jelent majd. Nem csak hegyalján kell az egységet összekalapálni, hanem országosan is, akik a világörökséghez tartoznak, hiszen most van az a folyamat, amikor bizonyos adminisztratív munkát el kell végezni, és ennek járulaképpen bizonyos pénzeket is tudunk szerezni. Ennek van itt az ideje. A község első embere azt mondta, örömteli, hogy egyre többen számon tartják a herceghúti napokat. Itt vannak Németországból, Franciaországból, itt vannak lengyelországi barátaink, de itt vannak a szlovákiai magyar település Kisgéresnek alakója is. Számunkra ünnep az, amikor vendégül láthatjuk barátainkat. De ünnep az is, amikor a hozzánk érkezőket láthatjuk vendégül, megmutatva ezáltal a gasztronómiánkat, megmutatva borkultúránkat, és megmutatva azt, hogy elindult Herceghút egy úton, egy minőségi borturizmust céloztunk meg. A községből elszármazottak úgy vélik fontos, hogy a kis lélek számú, de törekvő település megmutassa magát, ezért is hasznos a Pince Fesztivállal egybekötött ünnepségsorozat. Én itt azt látom, hogy kis település, egyre kevesebben vannak itt, de ami megmaradt belőlük, azt minőségi módon szeretnék tovább csinálni, és bízom benne, hogy ez a új generáció ez ebből a faluból tényleg Zemplén egyik ékkövét fogja faragni. Az érdeklődők megkóstolhatták a tunkit, amely helyi étel különlegesség. Majd pedig a világörökségi pince soron kóstolhattak tokai borokat. Illés Sándornál például kétféle édes bort lehetett megízlenni. Az érdeklődés aránylag elég nagy, lehet látni itt a címkékből is, úgyhogy szemben dicsérik a borokat, remélem, hogy mögötte is, és bízom benne, hogy még azért pára megkóstolják. A herceghúti napok keretében egészen éjszakában nyúlóan tartottak nyitva a pincék, és fogadták a vendégeket. A hegyaljások egykori és mai táncosaiból több mint 100 tag volt egyszerre jelen a színpadon az együttes jubileumi gála műsorán. A hegyaljások ünnepe már kora délután megkezdődött a Sétáló utcán, ahol az elmúlt 45 év fotóiból készítettek kiállítást a szervezők. Az együttes emléktábláját a Kossuth Lajos Művelődési Központban avatták fel a táncosok, majd este a legismertebb koreográfiákból láthatott műsort a közönség. Reggel még lázasan próbáltak a hegyaljások, hogy estére a 45 éves jubileumi gála műsorra minden koreográfia szépen sikerüljön. Az emlékek felidézésében az elmúlt több mint 4 évtized fotóiból nyílt kiállítás, így a régi fellépések, külföldi szereplések képei előtt szívesen elidőztek a táncosok. Az együttes 1968-as megalakulása óta szinte néhány évvel már jelentős sikereket ért el, ehhez pedig az alapító tagok kitartása és lelkesedése kellett. Én a kezdetektől részt vettem ebbe, és nyugodtan mondhatom, hogy az életemnek a legszebb része volt. Majdnem 10 évig táncoltam, és hát már akkor is értünk el eredményeket, és nagyon szép volt, nagyon jól éreztük magunkat együtt. Ez az életem, és ez a múlt, és ebből táplálkozom, ebből élem a mai napomat,
és most is feltöltődöm azáltal, hogy a 40 évesen is itt voltam, itt vagyok a 45-ön, és az 50-en is szeretnék részt venni. A hegyaljások a jubileumi találkozó megszervezéséhez igénybe vették az internetet is. Közösségi oldalakon keresztül értesítették a régi táncosokat az ünnepségről, majd 4 hónappal ezelőtt elkezdődtek a próbák. Linyanszky Tamás, Horváth Csaba és Mizsákné Bodnár Zsuzsanna igyekeztek úgy összeállítani a műsort, hogy keresztmetszetet adjanak az együttes elmúlt 45 évéből. Egy kérdőívet mindenkivel kitöltettünk, hogy mi az, amit szeretnének. Egyébként abból indultunk ki, a sikeres koreográfiákból. Szerettük volna úgy összeállítani a műsort, hogy azért mindig olyan koreográfiák legyenek, amit minél többen tudnak táncolni. A jubileumi műsor Ureczky Csaba tiszteletére állított emléktábla avatással kezdődött. A Művelődési Központ Színházának előterében emlékeztek meg a Hegyalja Népű Együttes alapítójáról, vezetőjéről. Mizsákné Bodnár Zsuzsanna méltatta a népművelésben is kiemelkedő testnevelő tanárt, aki a táncosok életében is meghatározó személyiség volt. Egy olyan emberről kell szólnom, aki létrehozott itt Sátoraljaújhelyben egy olyan közösséget, amely a mai napig is működik. És megtiszteltetés azért is, mert ennek az 45 évnek én is szinte teljesen végig részese lehettem. Ureczky Csaba nekünk akkor Csaba bácsi volt, és egy nagyon temperamentumos, gyorsmozgású, pattogós, szigorú, de jó közösséget teremtő ember. A gála műsoron Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntötte a hegyaljásokat, aki kiemelte, a város táncos életének meghatározó személyiségei nőttek ki az együttesből, és a város máig büszke az együttes érdemeire. Minden, ami van, minden néptánccsoport, minden iskola, minden táncóra ebből az együttesből épült ki, melynek kiváló vezetői voltak. Ureczky Csaba, Rónai Ferenc, Fehér János, Dupai Tamás, Fekete Attila, Horváth Csaba. De nem csak ők köszönhetők a mai napon, hanem mindenki, aki csak egy hétig, valaki meg 50 évig lassan, bár csak 45 éves az együttes, tagja volt ennek a csoportnak. A színpad egy kis születésnapi kocintás után már is a táncosoké volt, akik közel 3 órában szórakoztatták a közönséget. A műsorszámok alatt köszöntötték az alapító tagokat, a zenészeket, megemlékeztek az elhunyt tagokról. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki, aki valaha az együttes tagja volt, megmutatta magát a színpadon. Apák és fiúk, testvérek, házaspárok, családok külön produkcióval szerepeltek. Volt szólótánc, majd a végén valamennyi táncos együtt rotta a Hegyalja Népi Együttes születésnapi műsorán. Idén Sárospatakon rendezi meg az Eszterházy Károly Főiskola a hagyományos Slow Film Workshopját. Az alkotótábor lényege, hogy a diákoknak minden esetben a helyszín szellemiségét bele kell szűniük a filmjükbe, persze saját ötleteikkel tarkítva. A résztvevők a filmkészítés mellett esténként szakmai beszélgetések, előadások keretében is bővíthetik ismereteiket, de megismerik majd az EGRI Főiskola új intézményét, a Pataki Tanítóképzőt is. Fiatal filmesek Patakon. Az Eszterházy Károly Főiskola mozgókép kultúra tanszéke augusztus 15-e és 25-e között ismét megrendezi a már hagyományosnak mondható Slow Film Workshopját. Az eddigiektől kicsit próbáltak elszakadni a szervezők, így idén Sárospatak városára esett a választás. Maga a slow film kifejezést itt úgy kell érteni, hogy az adott hely szellemiségét kell megragadnia a készítőknek, és ezt kell a filmvászonra vinniük. A workshop neve Slow Film Workshop, 6. alkalommal rendezzük meg. A névről annyit érdemes tudni, hogy ugye van ez a fast food, a gyors étterem hálózat a világon, és sok városban kitalálták azt, hogy helyi ételeket főznek, és ezeket elnevezték slow foodnak. És ennek a mintájára gondoltuk, hogy létezik a slow film is, ami azt jelenti, hogy arra inspiráljuk a hallgatókat, hogy a saját filmeiket csinálják meg, illetve azt a filmet, amit az adott hely, adott város sugal. Összesen 15 diák érkezett Sárospatakra. Vannak olyanok is, akik már kész koncepcióval készültek, de többüknek az elképzelések, tervek csak a terepszemlék alkalmával alakulnak ki. Igazából én eléggé spontán jöttem, tehát az utolsó pillanatban tudtam meg ezt a workshopot. Nincs meg kialakult tervem,
számomra az egész helyszín függő. Tehát most a mai nap besétáljuk a várost, elmegyünk erre-arra, megpróbáljuk a helynek a hangulatát átérezni, átvenni, és majd az alapján valamiféle történet kialakul majd bennem. A diákoknak három helyszín áll a rendelkezésükre, hogy elkészítsék játékfilmjeiket, animációikat. Ezek ajánlott helyek, de a szervezők mindenben rugalmasak. A Bodrogparton forgathatnak, a tengerszemnél és a töltés mellett egy útkereszteződésnél. Hát minél több stábban szeretnék dolgozni, főleg operatőrként, akinek tudok segíteni. A csapatoknak 4-5 perces kisfilmet kell elkészíteniük itt létük alatt. A felvett anyagokat Egerben fogják megvágni, ott lesznek az utómunkálatok. Az elkészült alkotásokat szeptember közepén egy filmbemutató keretein belül tekinthetik majd meg az érdeklődők. A Zempléni Fesztivál történetében már hagyomány, hogy minden éven kiránduló koncerteket szerveznek Zemplén legeldugottabb falvaiba, kastélyaiba. Idén az egyik ilyen koncert a felvidéki Bélybe vitt, ahol a nemrég felújított Sennyei kastély dísztermében az Octovoice énekegyüttes lépett fel. A 8 fiatal zenész valódi műfaj történeti kirándulásra hívta a hallgatóságot, hiszen a jazz, a swing, a népdalok, de még a balladák világából is ízelítőt adott. My feet set and go to my feet's good, move and talk, may yet my heart's to see. A legszebb és legkülönlegesebb hangszerrel az énekhanggal muzsikál az Octovoice énekegyüttes. Pályafutásuk elején klasszikus kórusművek átdolgozásával arattak nagy sikereket, majd később áttértek a swing, a jazz és a blues világába. A felvidéki Bélyben rendezett koncertjükön az a cappella jazz műfajaitól elindulva a különleges kortárs magyar zene ösvényeit is bebarangolták. Mi 4 fal között összerakhatjuk a darabot, de tudjuk, hogy az megszületni, az csak itt fog a színpadon. És a színpadon sem biztos, hogy meg fog születni, de hogyha ilyen közönség van, akkor biztos, hogy megszületik. Tehát ez, amit még talán a Puskásék mondtak, amikor a Wembley-be pályára léptek, előtte megnéztek, azt mondják, hogy ilyen fülön nem lehet rosszul focizni. Tehát itt most ugyanezt tudom mondani, hogy ilyen közönség előtt, ilyen környezetben egyszerűen nem lehet rosszul énekelni. És hát ez az, amit gyakorolni nem lehet, de ezekért a pillanatokért csináljuk. Igazi főúri környezetben szólalt meg a 8 hang. A Sennyei kastély nemrég megújult központi épülete adott otthont a koncertnek. A kastély az Európai Uniótól nyert pályázati pénzből épült újjá. A munkálatokat Fuchs Sándor vezette, aki örömmel fogadta a Zempléni Fesztivál szervezőinek helyszínválasztását. Nagy öröm, hiszen nem az első rendezvény ugyan, de nagyságrendjében azért azt lehet mondani, hogy ez volt a méltó nyitánya a megújított épületnek. Úgyhogy csak köszönni tudom a fesztivál szervezőinek, hogy átjöttek a határon és megtiszteltek minket. Nagy tömeg gyűlt össze a koncertre, és a fényűző környezetben örömmel hallgatták Frank Sinatra, Billy Joel, Nat King Cole vagy Kálmán Imre dalait. Országszerte befejeződött a búza aratása így Sárospatak környékén is. A betakarítás eredménye közepes mennyiségű, de jó minőségű termés, melynek nagy részét már értékesítették is. A Sárospataki Geomilk Kft.-nél jelenleg az őszivetéshez készítik elő a talajt, hogy elősegítsék a következő évi termés növekedését. Néhány hete számoltunk be arról, hogy folyamatban van az aratás az egész országban. Azóta már be is fejeződött a búzának a betakarítása. Sárospatak legnagyobb mezőgazdasági társasága közepes mennyiségű termésről számolt be, aminek nagyobb részét már sikerült is értékesíteniük. Egy jó közepesnek mondható termésünk lett, 4 tonna per hektáros átlagtermésünk lett 900 hektáron. Ezt sikerült betakarítani, és ennek már majdnem az egész tételt el is tudtuk adni. Szerencsére ez mind malmi minőség lett, és egy hazai malom volt, aki a vevő, hogy megvásárolta a mennyiséget. A még raktárban lévő mintegy 6000 mázsára nincs még vevőnk, de reméljük, hogy a közeljövőben erre is sikerül vevőt kerítenünk. Aratás után a szalmát bálákba tömörítik, és az állatok alatt alomként hasznosítják majd.
Ez már megtörtént, és a sorban következő munkafolyamat az őszi vetés előkészítése, amely a napokban zajlik. Jelenleg épp a szerves trágyaszórás altalai lazítások folynak, illetve egyes rét területeken lekaszált szénaféléknek a begyűjtése folyik, tehát ezek az aktuálisan folyó munkák. Mindenképpen arra törekszünk, hogy a szerves trágyázásra kiszólt, vagy a szerves trágyát egyből aláforgassuk, mert ebben a nagy napsütésben az értékes tápanyagok elégnek egész egyszerűen, hogyha tartósan kiszárad maga a trágya. Az aratások sorában a következő nagyobb munkafázis a napraforgó betakarítása lesz. Jelenleg még virítanak a növények, így most szeptember elejé kezdésen számolnak. Az igazgató elmondta, hogy szükség lenne még az esőre ahhoz, hogy a napraforgó szemek teljesen ki tudjanak fejlődni a betakarításig. Kovácsvágáson rendezett ifjúsági tábort a Városvédő és Szépítő Egyesület. A Sátoraljaújhelyi civil szervezet pályázaton nyert forrást a programhoz, és a helyi általános iskolásoknak biztosított lehetőséget a táborban való részvételre. A gyerekek meglátogatták hegyköznevezetességeit, kézműves és sportfoglalkozásokon is részt vettek. Rajzokon örökítették meg a táborozó gyerekek a kőkapui kirándulás élményeit, de nem csak oda, de a Fűzéradványi kastélyba, vágás utára a tájházba és pálházára is látogatást tettek. Emellett kézműves és sporttevékenységeket folytattak a táborozók. A kovácsvágáson megrendezett ifjúsági táborban 25 sátoraljaújhelyi iskolás vett részt. Volt agyagozás, voltunk kőkapun, voltunk vágás után, akkor rajzoltunk, voltak kézműves foglalkozások, és éjszaka néha még egy kicsit bulisztunk is, jó volt. A Városvédő és Szépítő Egyesület a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet kiírására nyújtott be sikeres pályázatot. Ennek köszönhetően tudta megszervezni a civil szervezet a tábort. Ez az első elnyert ilyen ifjúsági pályázat, és fontosnak tartjuk, hogy az Egyesület igenis felkarolja a jövő nemzedékét, és megismertessük velük az helybeli, illetve a környékbeli nevezetességeket, szépségeket. A gyerekek teljes körű ellátottság mellett megismerték Zemplén nevezetességeit. Miután a tábor ingyenes volt, a szülők számára nem jelentett anyagi megterhelést, ugyanakkor a gyerekek szép, csendes környezetben tölthettek el néhány napot. A programoknak az összeállítása egyrészt korosztályok szerint, hiszen egészen az óvodából kikerült gyermektől egészen a 8. osztályosig terjed, tehát ő hozzájuk szinte, mivel ismertem őket szinte személyre szabottan, hogy ki mit szeret csinálni, mivel szeret foglalkozni. Másrészt pedig ugye, amit már az előttem szóló is mondott, hogy a szűkebb és tágabb környezetünknek a megismerése, és ott programoknak mind kulturális, mind pedig sporttevékenység, illetve kézműves tevékenységnek a létrehozása és ennek megszervezése. A Városvédő és Szépítő Egyesület a későbbiekben is szeretné megragadni a hasonló jellegű pályázatok adta lehetőséget, ezáltal még több sátoraljaújhelyi diák számára biztosítani lehetőséget a táborozásra. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Borok és sváb ételek Hercegkúton a felújítás alatt lévő Gomboshegyi pincéknél ünnepeltek a község lakói. 45 éves a Hegyalja Népi Együttes, fergeteges gálaműsorral ünnepeltek a táncosok. Fiatal filmesek Sárospatakon az EGRI iskola diákjai rövid filmeket forgatnak a városban. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is, ha pedig kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!